Az Általános Vállalkozók Egyesülete ingyenes jogi és gazdasági tanácsadást nyújt az új vállalkozásoknak is, amelyekből tavaly mindegy 30 jött létre Magyar Kanizsán. A duális képzés beindítását támogató vállalkozók azt állítják, hogy megnőtt a kereslet a jó munkaerő iránt, és hajlandóak is megfizetni az árát. Az utóbbi időben nagyon felértékelődött a szakmáknak az értéke. Úgymond a jó mesterek megidézőjelve nagyon megnőtt a rétingük, tehát az értékük. A jó mesterek, akik jól dolgoznak minőségesen, nagyon jól tudnak keresni. Mit akarok ezzel mondani? Tehát nem kötelező elvándorolni külföldre. Per pillanat ide hazanálunk is egy jó mester nagyon jól tud keresni. A nagyipari szakképesítés előnyt élvez a mesterszakmákkal szemben, állítja az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy ezért lehet szakemberhiány. Igény van rájuk, és a fiatal generáció is hajlandó lenne tanulni, mondta. Szerinte a másik fontos feladat az átképzés lenne. 12 év az nehéz volt gazdaságilag is és politikailag is, nem csak az egyesületnek, hanem egyáltalán az embereknek, a kanizsai polgároknak, így a vállalkozóknak is. De amire nagyon-nagyon szívesen emlékszek, az, hogy itt mindig közösség volt, közösségi összefogás, és a közösség érdekében mindig megtaláltuk a megoldást. A Vállalkozók Egyesületének elnöke azt tanácsolja a fiatal vállalkozóknak, hogy reálisan mérjék fel a piaci helyzetet, mert a befektetéseknek megvalósítható alapokon kell állnia, és a legfontosabb, hogy megtérüljön.